A múlt héten két rangos matematika, illetve fizika versenyre is sor került a Sejános Gimnáziumban. Délelőtt a Kornides István Matematika Fizika emlékversenyt hirdették meg az intézmény aulájában. A megnyitón Androsko Imre igazgató köszöntötte a résztvevőket, a hazai és magyarországi diákokat. Kalácska József tanárurat, a verseny szervezőjét, illetve dr. Rédl Miklóst, az ELTE kémiai tanszékének főmunkatársát, aki egykori tanítványaként emlékezett meg a verseny névadójáról. Kornides István 1920. december 7-én a felvidéki komjáton született. Jeles matematikus fizikus volt, aki saját erejéből a tömegspektrometria világszerte ismert kutatójává küzdötte fel magát. Tehetségét nyolc évig a Komáromi Bencés Gimnáziumban, majd a Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen és az Ötvös Kollégiumban csiszolta. Délután a 23. Nagy Károly matematikai diák találkozóra került sor. A matematikai diák találkozó minden évben a Kárpát-medencében élő magyarság fontos szakmai-szellemi találkozóhelye. Ahogy egykor az azóta elhunt Oláh György főszervező fogalmazott, küldetést teljesítünk, amikor matematikát tanulunk és tanítunk magyarul. Ennek során minden idegszálunkkal azokba a magyar hagyományokba kapaszkodunk, amelyeket a komáromban született Nagykároly és kortársai a matematikai ismeretek bővítése és népszerűsítése terén végeztek. A megnyitó szintén a gimnázium dísztermében zajlott, melyen átadták az Olád György Magyar Matematikai Tehetség díjat is, ezúttal két kiváló matematikusnak. A magyarországi a más és a felvidéki kekenyák Tamás részesült elismerésben. A díjat Keszeg István és Mészáros József gimnáziumi matematikatanárok, Olá Mária, Olád György özvegye és Tarics Péter újságíró alapította. A megnyitó ünnepségen Keszegistán főszervező Andrusko Imre igazgató, Szalai Erika az Ipari Szakközépiskola igazgatóhelyettese, illetve Stubendek László polgármester és Fekete Irén a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége központi irodájának vezetője köszöntötte a jelenlévőket.